A nyulak pásztora Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony és ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templomegere. Vízzel főztek és botta reárántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, és rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúról, mert így nem lehet még a világ s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuba sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindul világgel. Megy mendegél ország világ ellen, hegyen völgyön által, és egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, eléveszi a hamuba sült pogácsát, és falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elébeszökik egy kicsi egérke, és azt mondja. Hallod, de te szegény legény, adj egy falatot abból a pogácsából. Éppen hét napja, hogy egy falatot sem ettem. Nem bánom én, feleli a legény. Ha hetvenhét napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincog a nagy szomorún az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, addig ment, hogy éppen a királyvárosába ment. Egyenesen a király palotájának tartott. Leült a kapu elejébe, és ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijű a király maga, meglátja a legényt, még köszön is neki, és megkérdezi. Mi áradban vagy te szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem halálom a te kezedben, felel a legény. Szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a legkirály. Gyere csak be, legény, van az udvaromban száz darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtá a legény a száz darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, a száz száz felé futott. Aj, megszontyolodik a legény, még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, és hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történik vele, s csak elé áll a második legény, hogy most már ő is próbál szerencsét, és erősen fogadta, hogy ő, tudom Istenem, megőrzi azt a száz nyulat, ha addig él is hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falatot a hamuba sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába ért, bészegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kihajtotta a nyulakat a mezőre, a száz nyúl éppen száz felé futott. Hazament ez is nagy szomorán, és most már a legkisebb legény cihelődött neki. Hát, ha neki jobban kedvez a szerencse. Süt az anyja egy hamubasült pogácsát, akkorát, át, mint egy jó nagy taligakerék, és azzal elindul világgá. Megy, mendegél, és elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejébe fut az egérke, és igen szépen kéri, hogy adjon neki Isten nevében egy falat pogácsát, mert éppen tizennégy álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondál a legény. Te kicsi egérke, úgy is talán megsegít a jó Isten, hogy nem kell ebből a pogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérke, és azt mondja. na te szegény legény, jó helyébe jót várj. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítette az Isten egyiket sem. Azzal béfutott a ligba, és egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondá az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudok én ezzel csinálni? kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, és akármiféle veszedelemben légy, fuvinst meg, és minden rossz jóra fordul. Na, gondolja magában a szegény legény, ha nem árt, nem is használ, elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, azzal tovább indult, s meg sem állott a király városáig, és abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, s hát egyszer jő a király. Mit keresel itt szegény legény? kérdezi a király. Elmondja, hogy mibe fáradozik. Szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondá a király. Van száz nyulam, akiknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is elneveztem a nyulakból, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a száz darab nyullal, de meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Ej, szűz Mária, Szent József, kiált a legény. Mit csináljak most már? Eszibe jut a kürt, eléránytja, beléfuvint, s hát az a száz darab nyúl egyszerre megfordul, és úgy összefut, mint meg annyi jó. Látta ezt a királya palota tornácából, megcsavargatá a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngős ügyességgel gyűjti össze a legény azokat a nyulakat. Na megállj, gondolta magában, azért ma mégis fog hiányzani legalább egy a százból, hanem egyéb próbára teszem. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, és kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevibe. Kimegy a lány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony még a királynak sem ad, mert neki a feje drága. De így, de úgy, mondja a lány, vendégség lesz a háznás, a király mindkettejüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. Amint így vikotálódnának, honnét-honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, és oda a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd rám. A legény hallgat az egérke szavára fülinél fog egy nyulat nagy hirtelen bédugja a zsákba, s a leány elindul vele. Abban a percben csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák végét, a nyúl kiugrik belőle, és úgy visszafutott a többihez, mintha szemit vették volna ki. Az egérke pedig leszökött a zsákról, nagy hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, belédugta a zsákba, és a lány úgy hazament, hogy semmit észre se vett. Na, elkövetkezik az este. Megy a legény haza, betereli a száz nyulat a nagy kapun. Hát jő elejébe a király, káromkodott, hogy rengetbeli az udvar. Gyere csak, gyere, te kötére való. Mit küldtél te nekem a zsákba? Feleli a legény. Szökjék ki a két szemem, ha nem nyulat felséges királyom. Hívják a szolgálót. Hát mit adott neked a pásztor, telány? Nekem bizony felséges királyom, életem halálom a kezedbe, igazán nyulat adott. Hm, mondja a király. Még ilyet se ettem világéletemben, hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyúl sereget, egyszer, kétszer, háromszor, de mindig csak száz jött ki. Na hallod, a -e, te szegény legény, a király. Még ilyen pásztorom se volt, hogy küldjön is nyulat, és ne is hiányozzék. Hát mit kívánsz? Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény tizenkét ökörrel húzatta haza. De bezzeg meggazdagodtak-e? Olyan erősen meggazdagodtak, hogy máig is élnek, ha meg nem haltak.